Éveken keresztül folyt egy különleges tudományos kutatás az Egyesült Államok területén. Az eredmények megdöbbentették a tudósokat. 50 millió olyan ember létezéséről szereztek tudomást, akik életfelfogásukkal egy eddig nem ismert kultúrát, egy teljesen új alapokon nyugvó értékrendet és világképet képviselnek. A közszolgálati médiában erről a jelenségről nem sok szó esik. Tény, hogy ma már világszerte több mint 200 millió ember próbál másként élni, mint elődeik és kortársaik nagy része. Egy dolog a közös bennük. Abban a hitben élnek, hogy egyedül vannak. Azért is született ez a több országon átívelő film, hogy bemutassuk, hogyan változtatják meg ezek az emberek a világunkat. Most pedig képzeljünk el egy országot az Egyesült Államok közepén, ahol a kulturális kreatívok élnek. Avez-vous entendu parler d'un groupe de gens appelés les culturales creativos? Non. 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 Pas du tout. Non, pas du tout. Our clients. Ügyfeleink mind kulturális kreatívok, és a célunk az, hogy őket kiszolgáljuk. Ezeknek az embereknek az egyik legfontosabb fókuszpontja a bolygónk jövőjét meghatározó környezettudatosság, és annak részeként a jelenlegi pénzügyi rendszer problematikája. A Gayam központban vagyunk, Colorado állam Boulder városának határán, Denver közelében. Mi vagyunk az Egyesült Államok egyik legnagyobb, legkörnyezettudatosabb, kulturális kreatív tudatosságú vállalata. Nagyjából 10 éve annak, hogy valaki a kezembe adta Paul Ray és Sherry Anderson könyvét, a kulturális kreatívokat. A világnak hatalmas szüksége van a kulturális kreatívokra ahhoz, hogy élhető alkotásra ösztönző hely lehessen. Egy olyan világ, mely hagyja, hogy az emberi szellem saját legjobb belátása szerint fejlődhessen, tisztulhasson. Véleményem szerint a kulturális kreatívok létezése konkrét példákkal szolgál arra, hogy igenis megtaláljuk, felismerjük egymást, ha minden más kötél szakad. Az újonnan kialakuló kultúra, vagy ahogy Paul Ray az Egyesült Államokban nevezte, a kulturális kreatívok jelenség a legbiztosabb jele annak, hogy az ébredés ideje elérkezett. Miért is fogtam bele a kulturális kreatívok létezését feltáró vizsgálatba? Már régóta kerestem azokat az embereket, akik a társadalomban jelentős kulturális változás elindítóivá, mozgatórugóivá válhatnak. Cégünkben, az American Lives berkeiben első körben feltett kérdéseinkre számunkra is igencsak meglepő válaszokat kaptunk. Szinte felfoghatatlan volt, hogy a magunk között kulturális kreatívoknak nevezett emberek a vártnál sokkal többet tudnak a világot fenyegető veszélyekről, az aktuális történésekről, és dacára annak, hogy fantasztikusan tájékozottak, például a klímaváltozás adatairól, képesek derűsen élni a jelenben, és ezzel a jövőt szolgálni. A kérdések feldolgozása segített végül a talány megoldásához. Íme a válaszok. Alternatív megoldásokkal próbálkoztunk, és ezek közül sok működőképesnek bizonyult. Minél több lehetőséget próbáltunk ki, annál több megoldást fedeztünk fel. Londonban rendezték az első olyan kimondottan az olajcsúcs kérdéskörével foglalkozó összejövetelt, amelyen miniszterek, kormányképviselők is részt vettek. Szigorúan zárt körű találkozó volt. Természetesen ott voltak az iparág és az üzleti élet képviselői, jó néhány akadémikus és mi ketten a Transition Network képviseletében. Ez az akkoriban alig 3 éves szervezet elsősorban a közösségek válaszainak feltérképezését tűzte ki célul. Történelmi fordulópontnak tekintjük ezt az eseményt. Felemelő volt a tudat, hogy a Transition Networköt is meghívták erre a tanácskozásra. Az édesapám sokszor fogta a fejét. Nem értem, hogy juthattunk odáig, hogy amikor házat akarunk építeni vagy vásárolni, első dolgunk hitelért menni a bankba. Az egyik legfontosabb eredményünknek azt tartjuk, hogy a hagyományos házépítések anyagköltségeit 1/3-ára sikerült visszaszorítanunk. Rájöttünk, hogy a környezetbarát, fenntartható, vagyis tudatos szervezetet szeretnénk létrehozni, nem kell feltétlenül nagy kiadásoktól tartanunk. Az emberek gyakran kérdezik, hogy végül is mi teszi dollárrá az Ithaca óra dollárt.
Egyszerűen kijelentik róla, hogy egy dollárt ér? Mi pedig visszakérdezünk, miért? Ön szerint mitől dollár a dollár? Számunkra nem volt kérdés, hogy a vállalatokat is be kell vonni ebbe a folyamatba, hiszen nyilvánvaló, hogy a vállalati szféra ugyanazokkal a jelenségekkel küzd, és ha ezekre jó megoldásokat találunk, az az egész probléma körre visszahat. Ezért, amikor Hollandiába költöztünk a testvéremmel és egy kollégámmal, Aaron Bosszal, alapítottunk egy szervezetet, melynek segítségével megtalálhatjuk azokat a hozzánk szellemiségükben is közel álló tevékenységeket, melyek egyben a megélhetésünket is biztosítják. Nevén nevezve a dolgot, eldöntöttük, hogy pusztán a pénz miatt soha nem kötünk kompromisszumot a számunkra fontos munkák során. Ebben mindnyájan szívből egyetértettünk. Hittünk abban, hogy a források így vagy úgy, de megtalálnak minket. Ha az elhivatottságunkkal összhangban élünk, és ugyanakkor nyitottak vagyunk a világból felénk áradó jelzésekre. Számunkra az ideális társadalom képe olyan helyként jelenik meg, ahol saját kezünkbe vesszük életünk alakítását, nem várunk a központi akaratra. A legjobb, ha mindezt saját magunkkal, a belső életünk, gondolataink, érzéseink, társadalmi kapcsolataink újragondolásával kezdjük. Ehhez döntéseket kell hoznunk, egy belső folyamat részeként, mozgósítva akarati erőinket is. Azt persze már közösen döntjük el, hogy milyen növényeket termesszünk, és milyen takarékos megoldásokat alkalmazzunk ehhez. Régóta tudjuk, a lét meghatározza tudatunkat. Ezen úgy fordíthatunk, ha tudatunk erejével egész életminőségünket megváltoztatjuk. A közvetlen demokrácia ennek az elvnek a társadalomban való konkrét megjelenése. Ehhez persze folyamatos párbeszéd kell a politikai vezetés és a választók között. Csak így lehet élővé tenni a demokratikus intézményrendszert, a mindenkit érintő döntéseket. Így küszöbölhetjük ki azt a passzív állampolgári viselkedést, miszerint 4 évente leadjuk a szavazatunkat, majd tétlenül szemléljük, ahogy képviselőink különböző, akár tőlünk független irányokat diktálnak. Az Egyesült Államokban figyeltünk fel először egy folyamatosan alakuló népcsoportra, amely egy eddig ismeretlen szubkultúrát, egy teljesen új életfelfogást képvisel. Később kiderült számunkra is, hogy ez a jelenség az európai és japán társadalmakban szintén létezik, csak eddig nem vettük észre. A társadalom ezen új rétege sem a hagyományos, sem a ma olyan divatos, sikerorientált, üzleti szemléletű polgári réteghez nem hasonlítható, ugyanakkor kezükbe vették pszichológiai, illetve spirituális fejlődésük irányítását, ami természetesen nem zárja ki, hogy nagyon is tevékeny résztvevői legyenek napjaink minden jelentős eseményének. This new culture. A szóban forgó új kultúra hihetetlen gyorsasággal növekszik. Az 1990-es évek végén az amerikai népesség alig 2%-a, napjainkra már a lakosság csaknem 1/4 mondható kulturális kreatívnak. Európában ugyanúgy, mint éppen Japánban, a lakosság közel 30%-a híve az új alapokon nyugvó életfelfogásnak. Alleine in Deutschland gehen die Schätzungen von 8 bis 20 Millionen. Napjainkban a kulturális kreatívok száma csak Németországban valahol 8 és 18 millió között van. A kulturális kreatívok növekvő arányát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ezek a számok bizonyítják, hogy az említett változások milyen elsöprő erővel jelentkeznek. Azt persze nem tudhatjuk, hogy pontosan hány ember szükséges a valós társadalmi változások előidézéséhez. Az európai reneszánsz például 50 ezer ember részvételével zajlott. Igen, ma erre csak legyintünk, 50 ezer ember nagyon kevés. De ne felejtsük el hozzátenni, hogy Európa lakossága 500 évvel ezelőtt a mainak csak töredéke volt. A közelmúltban Svájcban lehettünk tanulni egy demokratikus kezdeményezésnek, ami az alternatív orvosságok alkotmányban való rögzítését és alkalmazásuk elfogadását tűzte ki célul. A kezdeményezésnek elsöprő sikere volt. Az emberek közel 70%-a állt ki a javaslat mellett. A Bioneers kezdettől az emberiség egységben való szemléletét tekinti alapeszméjének. Ezért van az, hogy a környezeti problémákon kívül a társadalmi méltányosságot, az egyenlőtlenség és szegénység kérdéseit is szem előtt tartjuk, mert elválaszthatatlanul egymásra épülő jelenségekről beszélünk. Az általunk ismert tanulmányok alapján kijelenthetjük, hogy a kulturális kreatívok egyik közös ismertető jegye az elszigeteltség érzése. A szóban forgó emberek többsége meg van róla győződve, hogy egyedül van az eltérő nézeteivel, hogy alig néhány barátjával együtt teljesen kilóg a sorból. Kimondatlanul is azt sugallják, hogy egyedül vagyok az érzéseimmel, gondolataimmal. Na jó, talán egy-két barátom akad, aki hozzám hasonlóan képzeli. Miért hiszik így, pedig több millión élnek hasonlóan? Talán azért érzik magukat egyedül, mert nem beszélnek a számukra valóban fontos és értékes dolgokról. Ezekről mélyen hallgatnak a munkahelyükön, a templomban, a zsinagógában, a gyerekeik iskolájában, egy szóval minden közösségi térben.
Ennek alapján kijelenthetjük, hogy a többségük inkognitóban él. Rengeteg olyan emberrel beszéltem és beszélek a mai napig, akik váltig bizonygatják, hogy a munkahelyükön senki nem gondolkodik hozzájuk hasonló értékrend szerint. Ilyenkor visszakérdezek, miből gondolod? A válasz legtöbbször csak ennyi. Hát, soha nem említenek semmi ilyesmit. Én persze soha nem hagyom ennyiben a dolgot. A különbség abban rejlik, hogy vagy a részekre összpontosítunk, és a morzsákból próbálunk következtetni az egészre, vagy az egészből indulunk ki, belátva, hogy egy adott feladat megoldásához rendszerek összehangolt működése szükséges. Ezek a részek persze eleve kapcsolatban vannak egymással. A kvantumfizika felfedezéseinek ismeretében másképp nézzük a valósághoz való viszonyunkat is. A Princeton Egyetemen végzett energetikai kutatások és 28 év mérnöki tapasztalaton támasztja alá, hogy gondolataink egy magasabb rezgésszintet képviselve hatnak az anyag szerkezetére. Well, we're in Princeton. Where Princeton University had for many years a laboratory. Princetonban vagyunk. Évek óta zajlik itt az úgynevezett Princeton mérnöki anomália kutatás. 1980 és 2002 között magam is részt vettem a munkálatokban. A 90-es évek közepén a véletlen számok létrehozásának problematikája kezdett foglalkoztatni. Az érdekelt, vajon megfoghatóan kimutatható-e a közösségi tudat. E kezdeményezés kiszélesedésével jött létre a mai globális tudatosság projekt, melyet 1997-ben indítottam útjára. Néhány hónap alatt felszerelkeztünk és megírtuk a szoftvert. 12 éve folyamatosan kutatjuk, bizonyítható-e valamiféle globális tudat létezése. Feltettük a kérdést, hogy egy valóban világméretű esemény esetén, mely akár milliárdnyi ember életét befolyásolja, a véletlen szám generálókból álló hálózatunk látja-e jelét az általunk feltételezett globális tudatosság jelenlétének. A San Francisco Bay környéki kulturális kreatívokról megállapíthatjuk, hogy jobban hasonlítanak egymásra, mint a Louisiana-ban élő hasonló felfogású embertársaikra. Ugyanakkor a fenti két csoport között több hasonlóságot lehet felfedezni, mint köztük és a holland nem kulturális kreatívok között, ám az amszterdami kulturális kreatívokhoz viszonyítva őket ismét nagyobb hasonlóságot tapasztalunk, mint a nem kulturális kreatívok esetében. Számtalan ilyen témájú összevetés után tényként jelentetjük ki, hogy a kulturális kreatívok a világ bármely pontján nagyon hasonlítanak egymásra. Sok filozófus és pszichológus foglalkozott már behatóan a szinkronicitás törvényével, vagyis az ideák egyetemes időben és térben egyidejűen jelenlévő, örökké valónak mondható jellegével. Közülük is az egyik legjelentősebb Carl Gustav Jung ide vonatkozó munkássága. A mi célunk nem a filozófiai kérdéskör vizsgálata, hanem e felfedezés felhasználása. Hálózatunkban a változások feltételének tekintjük a szinkronicitás elvét. Azt a jelenséget, amelyben az emberek egy csoportja azonos nézetet vall és azonos érzelmi hullámhosszon is van. Például a környezettudatos szemléletéről ismert holland Triodos Bank összehasonlító reklámelemzést végzett a kulturális kreatívok és a modernek között. Kutatóik arra voltak kíváncsiak, melyek lennének a leghatékonyabb reklámhordozók az általuk megcélzott 6 európai országban. Az elemzés nyomán vált végképp egyértelművé, hogy az európai és az Egyesült Államokbeli kulturális kreatívok sokkal erőteljesebben hasonlítanak egymásra, mint saját honfitársaikra, például a nonverbális kommunikáció értelmezésében. A különbség meghökkentő volt. Leszögezhetjük, hogy a kulturális kreatívok az információk szerzése és azok hatékony hasznosítása terén mindenképpen másféle gondolkodásmódot képviselnek, mint eltérő szemléletű honfitársaik.
az etikus, más szóval fenntartható bank kifejezést sokan értelmezni sem tudják. Sokan kérdezik, mit jelentsen ez? Mert ugye mindegyiknek etikusnak kellene lennie, ez lenne a normális. 1968-ban új kezdeményezések jelei látszottak. Másképp gondolkodó bankárok és pénzügyi tanácsadók bukkantak fel. Egy új generáció, akik Rudolf Steiner munkásságának ismeretében elhatározták, hogy megpróbálják a pénzt, mint olyat a fejlődés motorjává, energiává alakítani, ahelyett, hogy pusztán fialtatják a bankokat. A GLS Bank a világ első szociális ökológiai bankja, amely teljesen új felfogást honosít meg a bankolás világában. Itt nálunk tényleg minden máshogy működik. Az etikus jelző a bank főnév előtt azt jelenti, hogy minden körülményt figyelembe veszünk a kölcsönök folyósítását megelőző időszakban. Mi nem foglalkozunk tőzsdei spekulációkkal, és az alkalmazottaink sem jutalékért dolgoznak. What is money? That's a good question. It's mostly missing. Mi a pénz? Igen, ez itt a kérdések kérdése, mert a pénz a legtöbbünk számára az a valami, amiből sosincs elég. Ezen a téren roppant szemérmesek vagyunk egyébként, minden mást előbb kitárgyalunk, a szexuális életünket, a drog problémáinkat, ha vannak, élénken ecseteljük pszichés állapotunkat, csak a pénzügyi helyzetünkről hallgatunk. Mi pedig éppen arra biztattuk az embereket, hogy igenis beszéljenek nyíltan az anyagi gondjaikról. És ahogy telt az idő, észrevettük, hogy már egyre többen merik kimondani. Lehet, hogy bennem van a hiba, de tény, hogy hónap végére semmi pénzem sem marad. Végre kiderülhetett, hogy ezzel a problémával nem vagyunk egyedül, sőt, szinte mindenki ebben a cipőben jár. Az 1929-ben kezdődő gazdasági válság utáni években gombamód kezdtek szaporodni a helyi pénzeket használó körzetek. Hol terem a pénz? Illetőleg, hol is van az a pénz igazából, amit az interneten vagy a bankokon keresztül mozgatunk, használunk? Kézzelfoghatóan nem létezik, mégis elfogadjuk, hogy van. A hitelek ebből a semmiből keletkeznek, és ugyanúgy törlődnek, ha lejárnak. Az éterben kötjük a szerződéseket a semmiről, melyek mégis meghatározzák elkövetkező éveinket. Ha mindnyájan hallgatólagos beleegyezésünket adjuk ehhez, a jelenség már is beszivárgott a bankrendszeren kívüli életterünkbe, gyakorlatilag az egész életünkbe, vagyis nem csak a bankszférára korlátozódik, bárhol megjelenhet, ahol kereslet mutatkozik. Például, ha valakinek 10 000 dollárra van szüksége egy vállalkozás elindításához, mit tesz? Bemegy a bankba, de ott nem kap hitelt. Ezután emberünknek nincs más dolga, mint hogy ellátogat a Zoppa online oldalára, vagy bármilyen hasonló felületre is feltünteti a fent említett összeget. Ahhoz, hogy ezt megkapja, semmi más nem kell, csak egy személy, aki rendelkezik ezzel az összeggel, és átutalja neki. A pénzügyi válság egyik nyeresége, hogy az emberek végre kicsit elgondolkodtak azon, hogy mit is művelnek velük a bankok. A pénzintézetek szinte semmit sem változtattak a módszereiken. Egy kedves barátom, Elizabeth Szacoris, biológus, az Amazonas vidékén dolgozik, a helyi lakosoknak segít a túlélésben. Egyszer alkalma nyílt egy brazil bankártól megkérdezni. A te hasznod az Amazonas kizsákmányolásából származik. Nem gondolod, hogy ezzel a saját gyerekeid jövőjét is tönkreteszed? A válasz az volt, ne is folytasd, erre gondolni sem merek. Ha személyesen a bankvezetőket kérdezzük, ők természetesen nem mondanak mást, mint hogy egyetértenek az általuk is gerjesztett mai életfolyamatokkal, sőt, hisznek ebben a szisztémában. Úgy is mondhatjuk, hogy világlátásuk alapját képezi. A kérdés már csak az, vajon léteznek-e köztük olyanok, akik képesek lennének megváltoztatni ezt a rendszert. Hiszen ők maguk is a rendszer rabjai. Ha egy bank vezetőségéhez tartoznak, akkor részvényeseik vannak, és a részvényesekre egy bizonyos viselkedés jellemző, melyet a bankároknak ki kell szolgálniuk. Ebből adódik az a kérdés, hogy vajon van-e elég bátorságuk, megengedhetik-e maguknak azt a kockázatot, hogy hozzáállásukat megváltoztassák. Az állásuk, az egzisztenciájuk kerülne veszélybe, ha más szemléletű döntéseik nem bizonyulnának kellőképpen nyereségesnek. Ez az egyik legnagyobb dilemma a bankvezetők változásának útjában. A pénzügy jövője és ennek eredőjeként a jelenlegi pénzügyi világ helyzete is attól függ, mennyire sikerül tudatosítanunk a folyamatokat. Ha le tudjuk vonni a megfelelő következtetéseket, ezek szerint tudunk cselekedni is. Egy nagy átalakulásnak vagyunk a szemtanúi. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az átalakulás többnyire áldozatokat követel, halált és újjászületést is jelent egyben. A jelenlegi rendszerünknek meg kell szűnnie, hiszen működésképtelen. Velejéig demokrácia ellenes, nem beszélve arról, hogy a bolygónkat is tönkreteszi.
Manapság azzal szembesülünk, hogy a mi feladatunk lett a múlt és a jelen válságainak tanulságait leszűrve egy új társadalmi és gazdasági rendszer alapjainak lerakása, a hogyan kidolgozása. A tőke alapú gazdaság fejlődésének meghatározó sarokköve a kettős könyvelés reneszánsz korabeli megjelenése volt. Ha ezt megértjük, minden világ folyamatot sokkal tisztában látunk. Ezért is lenne nagyon fontos, hogy a fiatalok már az iskolában megtanulják a legfontosabb pénzügyi alapokat, és erre építve a közgazdaságtan története is sokkal érthetőbbé, átláthatóbbá válna számukra. Ezt a jövőre nézve alapkövetelménynek tartom. Nem a politika határozná meg a tőkéhez való viszonyunkat. Visszatérhetnénk ismét a pénzügyek klasszikus, ideológiamentes szemléletéhez. Innen már csak egy lépés lenne a kettős könyvelés technikájának elsajátítása, a modern gazdaság folyamatainak megértése. A kettős könyvelés ismerete kiküszöbölhetné a kapitalista-szocialista tudati sémákból adódó beidegződéseket, sőt az összes ehhez kapcsolódó fogalomkör már meg se jelenne a gondolkodásukban. A felnövekvő generációk ebből adódóan sokkal tudatosabban cselekednének, hiszen tettei következményeivel is azonnal szembesülnének. A Transition projekt ötlete hozzávetőleg 4 évvel ezelőtt született egy írországi munkafolyamat során. Nem messze ettől a helytől alakult meg a Totnes-i Transition, ami az Egyesült Királyság első valóban átalakító kezdeményezése, és amely azóta is folyamatosan bővül, ami a követőket illeti. Ma már legalább 350 hivatalosan bejegyzett átalakító program él csak a brit szigeteken. Emellett több ezer olyan kezdeményezésről tudunk, amelyeket jobb szó híján töprengőnek hívunk. Hollandia ma az egyik legtudatosabb ország szerintünk. Néhány év alatt kikísérleteztük a magunk közt csak meshworkingnek nevezett programot, ami a különböző területek közötti kapcsolatot és együttműködést hivatott segíteni. Amerikában, Columbia megyében a legmagasabb az egyfőre elosztott öko- és biogazdaságok száma. A tanya a mi szemünkben egy élő szervezet a maga egységében. Az ott végzett biodinamikus munka az ősi bölcsességek újra felfedezését és mai tudásunkkal való integrálását jelenti sokunk számára. A Gaiam egy manapság még nem elterjedt szervezeti felépítés szerint dolgozik. Nem a hierarchia a meghatározó szempont. Ez azt jelenti, hogy a cég valamennyi rétege között folyamatos és kétirányú a kapcsolat. A vállalati munka megbeszéléseken kivétel nélkül mindenki jelen van, a vezérigazgatótól az ügyfélszolgálatosig. A vásárlókkal napi kapcsolatban álló dolgozók közvetlenül feletteseik mellett kapnak helyet, hiszen a munkájuk meghatározó a cég sikerében. Mindent összevetve kivételes munkahelyet mondhatunk magunkénak. Ez részben annak is köszönhető, hogy Boulder közelében vagyunk, ahol kimagaslóan magas a kulturális kreatívok aránya. Így módon a Gaiam sokak számára biztosítja a munka, a privát szféra és az egyéni kedvtelések egy helyen való megérését. Ehhez saját biokerttel, jóga és fitness teremmel járul hozzá a cég, így még több kreatív munkatárs érezheti otthon magát nálunk. Denver államban a miénk a legnagyobb napelemes áramtermelő telep. Általában valamennyi dolgozónkra jellemző a közös dolgokban való aktív részvétel és a szellemi rugalmasság. A Boulder Ice Cream üzlete már akkor is ökófagylaltot gyártott, amikor először hallottam róla. Igazából ez keltette fel a figyelmem a cég iránt. Ebben láttam fantáziát, amikor a megvásárlása mellett döntöttem. A raktárépületünk természetes világítását a tetőablakokon átkapja, ami rengeteg villanyára megtakarítását jelenti. Ilyen és hasonló megoldások nyomán a cég hatékonysága növekedett, míg költségvetésünk kiadási oldala jelentősen csökkent az ökológiai lábnyomunkkal együtt. Ilyen szellemi változtatás például az is, hogy a gyár teljes területét a fogyasztók kompresszorai által termelt forró levegővel fűtjük, ami enélkül teljes egészében elveszne, mint energia. Így viszont beruházás nélkül tudtuk a fűtésszámláinkat tényleg jelentős mértékben csökkenteni.
Az egyik gázkazánunk működési költsége a tél derekán, januárban Colorado államban összesen $1. Spórolni nyáron a legnehezebb a hőség miatt. De mi három ventilátorral egyszerűen kiszippantjuk bentről a meleget. Mit tehetünk akkor, ha egy cég tudatos félrevezetést alkalmazva, a tényeket meghamisítva magát környezetbarátnak tünteti fel, holott ebből semmi sem igaz? Vagy más trükköket is bevetnek, például kulturális kreatív vállalkozásnak nevezik magukat, hogy ebből a körből szerezzenek vásárlókat. A kulturális kreatívokat persze nem kell félteni, e téren sem. Ha például egy ilyen hamis arculatú cégről kiderül, mire akarták használni egy különösen érzékeny embereket, a válasz nem marad el, egyszerűen bojkottálják a nevükkel visszaérő céget. Kiváló példa erre az azóta megszűnt ruházati vállalat a J. Peterman története, mely egyben a direkt marketing és katalógus fogások klasszikus csődmodelljeként is szolgál. A vállalat az első időkben sikert sikerre halmozott. Egyik titkuk az a reklámfogás volt, hogy ki sem fogytak a termékek készítéséről, majd azok felhasználóiról szóló érdekes és részletes történetekből, mert ezek tényleg közel állnak a kulturális kreatívok mentalitásához. Ám egyszer valahogy kiderült, hogy az egészből semmi sem igaz, csak reklámfogás volt. Amikor ennek híre ment, a cég azon nyomban becsődölt. A vevőkör nagy része kulturális kreatív volt, akik soha többé nem vásároltak a Petermannél. Ilyen gyorsan és egyszerűen követték egymást az események. E történet kiváló figyelmeztetés a reklámügynökségek részére. A kulturális kreatívok nem szeretik, ha becsapják őket. Korábban keljen fel, aki ezzel akar próbálkozni. Az egész Bioneers-re jellemző volt már a kezdetekkor is az a nagyon figyelemre méltó jelenség, hogy az emberek kifejezetten keresték egymással a kapcsolatot. Egyre másra alakultak a legkülönfélébb csoportok, a legkülönbözőbb kultúrkörökből származó emberek között. Körülbelül 10 évvel ezelőtt az egyik konferencia után kaptunk egy hívást Torontóból. A telefonáló hölgy elmondta, hogy szeretne csatlakozni a Bioneers-hez, de igazából arra vágyik, hogy a Bioneers Torontóba vigye. Azt mondta, itt élek és nagyon szeretem ezt a várost. Majd hozzátette, nem gondoltak még arra, hogy a programot videón közvetítsék? Hát valahogy így indult útjára az úgynevezett sugárzó Bioneers programsorozat, amely végül is egy 3 napig tartó konferenciában nőtte ki magát, melyen délelőttönként 5-5 kulcskérdést vizsgálunk meg körülbelül 4 óra alatt. Kezdetben pusztán egyszeri kísérletre gondoltunk, mégpedig műhold segítségével közvetítve a történéseket. Úgy gondolkodtunk, hogy ezzel a módszerrel a távolabbi helyi közösségek is bekapcsolódhatnak a munkába, sőt, a látott program alapján önálló fórumokat is szervezhetnek. A méreható változások eléréséhez több kell, mint az egyes ember még oly gyökeres életmódváltása. Jó lenne hinni, hogyha mindenki megteszi a magáét a saját területén, akkor eleget tettünk. Nem, sajnos ez nem így van. Az egyéni élethelyzetünkön úrrá lehetünk ezen a módon, de a politikai változások eléréséhez ennél sokkal többre van szükség, illetve többünkre, egyszerre és együttműködve. Mindezt úgy értem, hogy életed minden területén változz és változtass annyit, amennyit csak tudsz. Jár gyalog, használj takarékos égőt, és így tovább. Ugyanakkor keress egy olyan szervezetet, csoportot, ahol másokkal karöltve tudtok átfogóbb, sokakat érintő kérdésekkel foglalkozni, természetesen olyanokkal, melyek közel állnak hozzád. És a legjobbat teszitek, ha ugyanakkor más, hasonló szervezetekkel is felveszitek a kapcsolatot, hogy még szervezettebben tudjatok egy adott témában együttműködni. Tehát nem azt mondom, hogy azonnal hagyd abba, ami éppen fontos neked, és kezdj el ezzel vagy azzal a dologgal foglalkozni. Nem, erről szó sincs. Csak arra kérlek, vedd észre magad körül, sőt, keresd a másokkal való együttműködés lehetőségeit. Nyugat-Pennsylvániában, egy konzervatívnak számító államban, a kisgazdaságokba tömörült termelési mód a jellemző. Ám egyszer csak megjelentek-e földeken a hatalmas mezőgazdasági társulások a még hatalmasabb állatállományaikkal. A helybéliek Tom Lindsay-t, az ügyvédet kérték fel, hogy a jog eszközeivel segítsen megakadályozni a rájuk nézve veszélyes terjeszkedést. Az ügyvéd kitérő választ adott. A jogszabályok nem hatalmaznak fel erre a lépésre. Csak lassítani tudjuk az elszennyeződés sebességét. És a víz és a levegő elég gyorsan tönkrement. Az emberek megbetegedtek, és a helyzet csak tovább súlyosbodott. A helybéliek ekkor végre kijelentették, ez így nem mehet tovább.
Az egészre kell nemet mondanunk, menjenek innen és kész. Az ügyvéd segített a kis közösségekbe tömörült helyi gazdáknak saját rendeleteket, sőt, némelyeknek helyi alkotmányt is megalkotni. Ezen a módon sikerült a nagyüzemi gazdálkodást fokozatosan kitiltani a területükről. Megpróbálták és sikerült. A vállalati jogokkal szemben a közösség jogai kerültek előtérbe, mert nem hagyták magukat. Persze mindez nem maradt titokban, szerte az államokban számos közösség tekinti példának, és lassan szövetségi szinten is mutatkozni kezd némi változás. A legfelsőbb bíróság egy közelmúltban hozott rendeletében engedélyezi a szabad vállalati politikai véleménynyilvánítást, amely egyébként jó ideje teljes mértékben korlátozott. Az etéren gyakorolt szabadság ma igen sokba kerül, és nem is igen akad olyan amerikai, aki ezt a luxust megengedhetné magának. A közelmúltban vált ismertté az Egyesült Államok alkotmányát érintő úgynevezett 28. módosítás nevű törvénytervezetet támogató mozgalom, amely teljes egészében eltörölné a most érvényben lévő vállalati jogszabályokat, és visszaállítaná az eredeti szabályokat. Csodálatos és felemelő érzés látni, hol tart ma a Colors. Sok akadályon át vezetett az út, melyet édesapám indított el azért, hogy egyszer idáig elérjünk. Ehhez rengeteg nehézségen kellett magát átverekednie. Apám annak idején Iránból jött az Egyesült Államokba, majd visszament hazájába, hogy végül visszatérjen Amerikába. Közben beutazta az egész világot. Próbálta meggyőzni az értetlenkedőket, vitázott az építési osztályokkal, küzdött a helybéliekkel, hogy megértsék végre, mit is akar. Minden ellenállás és értetlenség dacára rendületlenül tette a dolgát, mindig a legjobb meggyőződése szerint. Napjainkra Kaliforniában is elértük, hogy a nemzetközileg elismert építési szabályozás legyen érvényben, így az eddigieknél is egyszerűbbé vált ez az építési mód. A világ csak nem valamennyi részén építettünk ilyen házakat. Nagyon meggyőző, hogy Kalifornia földrengés veszélyes részén is stabilnak bizonyultak, valamint az itteni éghajlat próbatételeit is jól bírták. Ezek a tapasztalatok is hozzájárultak ahhoz, hogy ez az építkezési mód a világ szinte minden területén elterjedhetett. Egy rumi mondás úgy tartja, a bölcs kezében a föld arannyá válik. Egyre többen vágynak arra, hogy megismerjék azokat a módszereket, melyek segítségével saját kezüleg építhetik fel otthonukat, melyeket aztán napelemmel és szélenergiával működtetnek. It is now in this rural county one of the largest employers. We have 150 people. Ebben a megyében 150 alkalmazottunkkal az egyik legnagyobb munkáltató cég vagyunk. Az itteni egészségügyi válság közepette mi egy teljesen egyedi megoldást találva gondoskodunk dolgozóink egészségbiztosításáról. Nálunk a múlt évi 2%-ot sem elérő emelés után idén nem változtak az árak. Erre még a biztosítási ügynökünk is azt mondta, hogy ez lehetetlen, ilyet még nem látott. És mivel én nem vagyok és nem is voltam biztosítási ügynök, hiszek neki. A környékünkön élő, az egészségbiztosítás ismert problémáival küzdő magánszemélyek és vállalkozások némiképp csodálkozva figyelik, hogy a mi dolgozóink továbbra is teljes körű egészségügyi, fogászati és életbiztosítás ellátásban részesülnek. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan alternatív gyógymódok igénybevételére ösztönözzük munkatársainkat. Ez mindenkinek jó, és ezt sokan örömmel vagy éppen csodálkozva nyugtázzák. Nem csoda, hogy ebben a kis megyében, ahol rajtunk kívül nincsenek nagyobb vállalatok, igencsak kilógunk a sorból. 150 embert foglalkoztatva nagyjából 10 millió dolláros forgalmat bonyolítunk évente. As 150 employees and about say roughly $10 million of financial activity. Az ilyen és a miénkhez hasonló közösségekről a média szinte tudomást sem vesz. Nagyon furcsa, mennyire nem sikerül elterjednie a köztudatban, hogy igenis működnek ilyen és hasonló nagy közösségek. Sokan még mindig abban a hitben élnek, hogy a közösségi élet valamikor a 70-es években volt divat, és még nyomokban mindig fellelhető néhány. Aztán valahogy betévednek hozzánk, és akkor igencsak megdöbbennek. És nagyon sajnálják, hogy eddigi életükben nem találkozhattak ilyen közösséggel. Kezdetben sok nehézséget kell megoldani, ezek egyike a házi munkák felosztása. Azóta több közösség már saját gazdasági rendszert is létre tudott hozni, melyben akár más közösségek részvételét is lehetővé teszik. A mi közösségünk egy 15 hektáros területen él. Új épületek felhúzása helyett felújított régi házakban élünk. A régi rendszert nem tudjuk megváltoztatni, és ezzel megteremteni azokat a körülményeket, melyekre szükségünk lenne, mihez kezdhetünk. Ez a kérdés előhív belőlem egy Buckminster Fuller idézetet.
ne a régi rendszert próbált megváltoztatni, inkább alkoss egy újat, mely a régit elavulttá teszi. Valahogy úgy lehet ez, hogy idővel az új rendszer elég éretté válik ahhoz, hogy átvegye a régi szerepét. És ezáltal előbb-utóbb régivé válik. Saját és a világ jelen állapota miatt érzett csalódottságunk és frusztráltságunk miatt a legtöbben a mostani vezetést teszik felelőssé. Tőlük kérik számon a változások elmaradását. Azonban a mostani vezetés azzal van elfoglalva, hogy a villanykapcsoló megmaradjon a bekapcsolt állásban. Magyarul, meg kell oldani az élelmiszerellátást a világ társadalmainak, szervezeteinek folyamatos működését. A rendszer fenntartása nem hagy időt és lehetőséget a radikális változtatásokhoz szükséges, alapos újratervezéshez. Ezért az én és a hozzám hasonló emberek feladata az új szisztéma mielőbbi kidolgozása. Egy olyan működőképes rendszert kell létrehozni, amely képes átvenni és sikeresen folytatni a régitől átvett feladatokat. Belátható, hogy erre a jelenlegi vezetés nem képes. Ha nem is várjuk el tőlük az új szisztéma megalkotását, azt joggal remélhetjük, hogy teret adnak az új rendszerhez szükséges kutatásokhoz. De ennek élettel való megtöltése már a mi dolgunk, méghozzá belátható időn belül. A hagyományos orvoslás nagyon sokba kerül, ráadásul nem veszélytelen, sőt, kifejezetten ártalmas is lehet, avagy éppenséggel teljesen hatástalan is maradhat egy-egy drága kezelés. Nem akarom a nyugati orvostudományt teljesen feleslegesnek beállítani, hiszen számos esetben szükség van rá. Van jó oldala a tüneti kezelésnek is, de tény, hogy az államokban ma már többen fordulnak alternatív gyógymódokhoz. Jelentős előrelépést jelentett, amikor Svájcban a lakosság megszavazta az alternatív gyógyászat, mint amilyen például az antropozófus orvoslás, vagy a hagyományos kínai gyógymód orvosi alapellátásba és ezzel együtt az egészségbiztosításba való visszaemelését. Úgy vélem, ez a döntés egyértelművé tette, hogy az emberek közelebb kerültek az antropozófia emberi testre vonatkozó, a hármas és négyes tagozódás szerinti szemléletéhez, legalábbis kifejezetten igénylik azt. A hármas tagozódás ebben a vonatkozásban az idegi, érzékszervi, valamint az emésztési és a ritmikus rendszer ilyetén tagozódását jelenti. Az egészségbiztosítási rendszerek az antropozófus orvosláshoz használt gyógymódok, orvosságok, terápiák költségeit szinte sehol sem fedezik. Függetlenül a biztosítási mértéktől ezek nem számítanak fedezett szolgáltatásnak, pusztán azért, mert a biztosítási jogrendszer felépítése ilyen. A biztosítók saját jogkörben döntenek arról, mit fizetnek ki és mit nem. Az alternatív gyógymódokkal szembeni ellenállás igazából egy az orvosok között dúló gazdasági háborút takar. Az eltérő vélemények ürügyén zajló orvosi polgárháború évszázadokkal ezelőtt kezdődött, és a mai napig nem vezetett békés megegyezéshez. Az ellenséges álláspontok egyik végpontja az allopáciás vagy konvencionális orvoslásnak nevezett eljárás, az úgynevezett hősies beavatkozások hagyományában gyökeredzik. Ez a nézet abból a meggyőződésből táplálkozik, hogy testünk nem képes önmagát megújítani, ezért van szükség az orvos tudósi beavatkozására, gyakorta például higany vagy éppenséggel műtétek alkalmazásával. És ez így volt a fertőtlenítési módozatok és az altatás bevezetése előtt is. Ezzel szemben találjuk az empirikus orvoslás álláspontját, a mai természetgyógyászat alapját. Eszerint a gyógyító feladata egyedül a test stimulálása, az öngyógyító erők felszabadítása. Sokszor hallom érvként, hogy a gyógynövények tulajdonképpen még nem estek át a gyógyszerekhez hasonló tesztvizsgálatokon. Ez az álláspont mélységesen felháborít, hiszen a gyógynövényeket az emberi történelem kezdete óta használjuk. Mennyivel megnyugtatóbb ezt tudni és ebben bízni, mint a pár éves patkányokon végzett kísérletek eredményeiben.
Ha ma kidobnak a piacra egy új gyógyszert, mindenki örvendezik, már aki, hogy aztán esetleg fél év múlva visszavonják. Ma már azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb ember jobban bízik a természetes gyógymódokban, mint a konvencionális orvosokban. Ennek egyik alapja, hogy sokkal emberibbnek érzi a természetgyógyászati kezeléseket. Van egy statisztika, mely szerint egy orvos átlagosan 8 másodpercnyi időt foglalkozik egy beteggel. Ha a páciensnek még kérdése lenne, arra már nem jut idő. Nem alakulhat ki párbeszéd, emberi kommunikáció, és ez senkinek nem jó. 13 éve működünk itt Ann Arborban, és azóta minden lehetőséget megragadunk, hogy erősítsük munkakapcsolatunkat a Michigan Egyetem orvosi tanszékével. Sokszor jönnek be hozzánk az egyetemisták, de rezidensekkel is gyakran dolgozunk együtt. Magunk is rendszeresen felkeressük az egyetemet, hogy a hallgatókkal minél alaposabban megismertessük az alternatív gyógyítás lehetőségeit. Minden jel szerint itt az ideje, hogy sürgősen újraindítsuk magunkat. Mostanra túlságosan jól sikerült manipulálni minket, ezt látjuk, érezzük magunkon, például vásárlás közben, amikor robot üzemmódban válogatunk. Mintha egyre nehezebben tudnánk meghatározni, mi az, amit mi szeretnénk, és mi az, amit csak ránk tukmálnak. A nyers ételek számunkra legértékesebb összetevői az enzimek, melyek az életenergia fő forrásai. Kimutathatóan gyulladás csökkentő hatásuk, ezért is nagyon figyelemre méltó. Említsük meg azt a fontos önszerveződő megmozdulás sorozatot is, amely igazából felhívta a figyelmet a kulturális kreatív jelenség létezésére. Az egyik ilyen nagyon is nyomon követhető szervezkedés és tüntetés sorozat Seattle városában 1999 és 2000 között zajlott a Kereskedelmi Világszervezet nagyvállalatok javára tervezett döntése ellen, amely sok millió ember megélhetését veszélyeztette volna. And destroying the livelihoods of many people around the world. The MAI, the Multilateral Agreement on Investment. A többoldalú befektetési megállapodást az OECD tagok, vagyis nyíltan kimondva a világ leggazdagabb országai Párizsban a nyilvánosság kizárásával készítették elő. A titkolódzás dacára néhány kanadai barátunk jóvoltából Párizsban mi is kaptunk egy másolt példányt. Elolvastuk és... minden ízében elfogadhatatlanul aljasnak találtuk. A megállapodás jogosítványt adna a multinacionális vállalatoknak ahhoz, hogy akár pert indítsanak egy adott ország kormánya ellen, amely szerintük valamely döntésével veszélyezteti jelenlegi vagy majdani nyereségük mértékét. Ez számunkra teljességgel elfogadhatatlan. Prevented or destroyed by the action of a government. A híradásokban egy szó sem hangzik el az ilyen esetekről. Nem tudósítanak a tüntetésekről, és egyetlen olyan témáról sem, amiben sikeresek vagyunk. Ez úgy lehetséges, hogy a média tulajdonosai teljesen átvették az irányítást a tudósítók felett, nem beszélhetünk többé sajtószabadságról. A médiából semmilyen új szemléletű társadalmi mozgásról nem fogunk híreket kapni. Az elhallgatás módszerét alkalmazzák, és ezzel tisztában kell lennünk a továbbiakban, mert ennek a cenzúrának konkrét célja, hogy a kulturális kreatívokról szóló hírek sehol ne jelenjenek meg. Kezdetben valóban lehetetlennek tűnt a média hírei közé beférkőzni. A riporterek általában azzal érveltek, hogy a téma túlságosan technikai jellegű, az olvasók nem fogják érteni. Végül más úton próbálkoztunk. Sikerült neves személyiségeket rávennünk arra, hogy az olvasói rovatokba írjanak az elhallgatott eseményekről. És ez bejött. Célt értünk, mert az érintetteknek érdemben kellett színt vallaniuk. Ekkor dolgoztunk először együtt egy addig nem létező formában, egy meghatározott cél érdekében létrejött csoportban. Ezt a tüntetés sorozatot történetünkben először az interneten keresztül szerveztük, szinte teljes egészében. A Kereskedelmi Világszervezet elleni tüntetések így tizedébe kerültek, és negyed annyi idő alatt sikerült megszervezni. So we had a quite disparate pressure center. A jelentős erőt képviselő csoportot nagyon sokféle ember alkotta. A megállapodás következményeitől félő férfiak és nők, független filmesek, gazdák és szakszervezetek, kulturálisok és észak-dél szolidaritási szervezetek. Ez egy csodálatos koalíció volt.
Kiderült, hogy hatalmas hiba volt a tanácskozást Seattle központjában megrendezni. Ráadásul egy olyan, a belváros közepén lévő konferencia központban, amely körül hatalmas szállodák vannak. Hozzáteszem, a logisztikai szervezéshez én sem értek. Az egész akciót bátor és kreatív fiatalok készítették elő ott, helyben, csak nem fél éven keresztül. Erőszakmentes technikát tanítottak a majdani tüntetőknek, és hogy a konferencia kezdetekor már teljes készültségben várják a bevetést. Mert ez egy komolyan szervezett, de teljesen erőszakmentes harc volt. A résztvevők vérmérsékletüknek, vagy éppen családi helyzetüknek megfelelő csoportokhoz csatlakozhattak. Volt, aki mindenre elszántan akár a könnygáztámadást is bevállalta volna, és olyanok is voltak, akiknek délután a gyerekért kellett menni az iskolába. Az emberek egyfajta önszerveződés keretében keresték a hasonló elveket vallókat, és így volt lehetséges, hogy mindenki felelősséget tudott vállalni csoporttársaiért. Minden társadalmi osztály képviselői jelen voltak egyébként, beleértve az orvosokat és az ügyvédeket is. A szervezők kiváló munkát végeztek, még ha kívülről ez talán nem is mindig látszott. Én tulajdonképpen mint turista vettem részt ebben az egészben. Akkor éppen egy hatalmas rendezvényen voltam abban az időben a városban, a Symphony Hallban. Teljes teltház volt, legalább 2800 ember a termekben, de sokan így is kívül rekedtek. Ekkor tudatosodott bennem az, hogy nem álmodom. Tényleg ennyien vagyunk. A mozgalom életre kelt, és nem lehet megállítani. I believe one of the worst things in a way would be, although I fully understand that many people individually have been. A gazdasági válság következményei nagyon sok embert sújtottak eddig is, és a jelenben is ezzel szembesülünk nap mint nap. Mégis azt mondom, nem történhet velünk rosszabb, mint ha úgy akarjuk megoldani a gondokat, hogy mindent a régi módon csinálunk tovább, azaz, hogy megpróbáljuk megnyomni az újraindító gombot. Mert amit a múltban elfogadott normaként kezeltünk, az ma már tökéletesen ellenkezik azzal a képpel, ahogy a jövőnket elképzeljük. A globális gazdaságban az emberek nem tudnak simán leválni a nagyrendszerről és teljesen elkülönülve kezelni saját ügyeiket. Nagyon nehéz minden körülmény ellenében a normális gondolkodásunkat megőrizni. Ha most valami csoda folytán lehullana a hályog a szemünkről, egy csomó felismerésben lenne részünk. Világosan látnánk a helyzetünket, és már is belátnánk, hogy jelenleg fogalmunk sincs arról, milyen következményekkel jár mindaz, amit teszünk. Minden embernek, aki félelemben él és másokat hibáztat azért, mert manipulálják, csak azt a tanácsot adhatom, hogy a sopánkodás helyett vegyék végre kezükbe saját életük, így pénzügyeik irányítását is. Ha eljátszunk a gondolattal, hogy az emberiség egy része pénzügyi szempontból tisztán látóvá válna, bár ez a veszély egyelőre nem fenyeget, minden esetre ők ma óriási hatalomra tehetnének szert. Szerintem ez az emberi természetből következő reakció egészen természetes. Sokan élnének a lehetőséggel. Öntudatra kellene ébrednünk pénzügyi téren is. As quickly as possible, how to gracefully let go of that old system. A lehető legrövidebb időn belül kellene magunk mögött hagyni a régi sémákat, mégpedig úgy, hogy az új erős gyökereket tudjon ereszteni a jól megdolgozott régi talajba. Akkor elérhetjük, hogy az új nagyon hamar életképes legyen, ha nem ragadunk bele régi merev gondolkodásunk csapdáiba, talán kevesebb szenvedést kell átélnie a közeljövő nemzedékeinek. A régi szokások cipelése, az elvesztéstől való félelem okozhatja a legnagyobb fájdalmat önmagunknak. It's a crucial fact that probably half the world. Sokan nem tudják, pedig nagyon fontos adat, hogy a világ jelenlegi energia szükségletének csaknem felét szélenergiával lehetne fedezni. Napenergiával pedig minden földi energiaigényünk megtermelhető lenne a ma meglévő technológiával. Hangsúlyozom, a mai technológiával. Vagyis semmilyen új találmány nem kell ahhoz, hogy alternatív megoldásokkal több energiát állítsunk elő, mint amennyit jelenleg felhasználunk. És ebben az esetben kiküszöbölhetnénk a szén és az olaj környezetkárosító hatásait. Ha tehát mérnökszemmel nézzük a dolgokat,
nem is olyan elkeserítő a kép. From a purely engineering standpoint, the problem is not all that bad. Rudolf Steiner had this picture that society basically has three. Rudolf Steiner tanítása szerint a társadalom az élő szervezethez hasonlóan három tagból áll, a gazdasági, a jogi vagy politikai, illetve a kulturális vagy más néven szellemi spirituális szervekből. Ezek, miközben szerves egységet kell alkossanak, mégis külön-külön irányítás alatt állnak, saját jellegzetes ideáik szerint működve. A gazdasági terület egészséges ideája az önzetlenség. Igaz, hogy Steiner az apasság vagy a testvériség szavakkal jellemzi ezt a szférát, de a magam részéről nem szeretném kizárni innen a népesség több mint 50%-át, ezért szívesebben alkalmazom az önzetlenség kifejezést. E területet ideális esetben az jellemzi, hogy én úgy cselekszem, hogy mások és a közösség szükségletei teljesüljenek, és ebből következően a sajátjaim is megvalósulnak. Ez homlok egyenest más irányultságot feltételez, mint Adam Smith láthatatlan kézelmélete. Teljes lényemmel bízom abban, hogy a közösség igényeinek elsődlegességét szolgálva saját magam is fennmaradok. Ezt én természetes összefüggésként fogom fel. Ha ügyvezetőként tényleg legjobb tudásommal végzem a feladataimat, a végén a saját szükségleteim is kielégülnek. Ami a munkához való viszonyomat illeti, én megtiszteltetésnek érzem, hogy a közösségem szolgálatában állhatok. A kulturális, tehát szellemi élet legfontosabb jellemzője a szabadság kellene legyen. Az oktatás, az egészségügy ideális esetben nem állhatna állami felügyelet alatt. Mindenféle iskola, kórház és egyéb alternatív intézmény párhuzamos működése a kívánatos, tehát nem csak Waldorf iskolák, hanem sok-sok más is. Katolikus, buddhista szellemiségű intézmények, és sorolhatnám. Igazából nem csak a spirituális, hanem bármilyen más tevékenység is kreativitást feltételez az egyén részéről. Az építész, az ügyvéd, a tanár, a művész munkája minden esetben a csak rá jellemzőtől lesz egyedi, tehát nem a vásárlói igények kielégítése a legfontosabb szempont. Steiner ezért hangsúlyozta, hogy a szellemi tevékenységet nem lehet fentről irányítani, illetve csak támogatni szabad, hogy az egyénnek minél több szabad szellemi inspirációban legyen része. Ez aztán termékenyítőleg hat a társadalom egészére is. A politikai jogi szféra ideája az egyenlőség. Kivétel nélkül minden embert megilletnek az alapvető emberi jogok. Should have equal access to. You see, in the case of the United States, we have the highest per capita population. A lakosság létszámához képest az Egyesült Államokban van a legtöbb elítélt. Ugyanez igaz a fiatalkorú bűnözés, a drogfogyasztás és az elhízottak számát tekintve is. A társadalom patológikus állapotának okait szemügyre véve megállapíthatjuk, hogy az emberek többsége nem szellemi képességeit kielégítő munkát kénytelen végezni. A másik betegítő tényező a jövedelmi viszonyok ellentmondásos állapota. A média más sem tesz, mint a jólét mesterségesen eltúlzott képein keresztül hamis vágyakat ébreszt, amivel a társadalom nagyobb része csak frusztráció árán tud szembesülni. Mert az emberek nagy részének a mindennapi megélhetés, a törlesztő részletek befizetései, az orvosi ellátás borsos költségei is gondot jelentenek. Ezt támasztják alá a philadelphiai Pew Center, a gazdasági válság kapcsán végzett kutatási eredményei is. A lakosság csak nem 70%-a küzd ezekkel a problémákkal. Felfoghatatlan, hogy lassan 4 milliárd ember nyomorog a földön, és az amerikai társadalom nagy része is szinte napról napra tengődik, és mi munkanélküliséget emlegetünk. Korlátlan piaci lehetőségek ezek, ha képesek lennénk a gazdaságot a valós szükségletek szerint működtetni. Ha tényleg ez lenne az elsődleges cél, meg is tudnánk valósítani. Az elsődleges dolgunk mindenképpen saját közösségeinkben és szülőföldünkön van. Minden körülmény ezt sugallja. Össze kell kapcsolódnunk, segítenünk, tanítanunk kell egymást. A tudatlanság lehúzza a kezdeményező erőt.
Az emberek még sok mindent nem látnak, ezért teszünk meg mindent a Bioneers keretein belül annak érdekében, hogy ez megváltozzon. Minél többen ismerjék fel, hogy van megoldás. Ha már ismerjük az alapproblémákat, feltehetjük a következő lépésre vonatkozó kérdést, a mit és a hogyant, csak a sorrendre kell ügyelni. A készletek kiapadásához, a klímaváltozáshoz kapcsolódó egyéni félelmeinken úrrá kéne lennünk, és nem felhalmozni, csak magunkra gondolva. Sokkal fontosabb, hogy alaposan gondoljuk át, milyen kreatív megoldásokkal tudunk változásokat elérni, együtt, és egyúttal felelősséget vállalni egymásért. Egyéni döntés kérdése, ki melyik utat választja, a megszokott értékeket, vagy az ismeretlen újat. Erőszakkal senkit nem lehet, és nem is kell a saját maga választotta útról eltéríteni. Csak magunkat tudjuk megváltoztatni. Ezért csak egyet tehetünk, tetteinken keresztül mutatunk példát. Igazából ez a legfontosabb feladata mindenkinek, aki kulturális kreatívnak vagy valami hasonlónak tartja magát. Nincsenek kész válaszok arra, hogy pontosan mit kell tennünk. Ez természetellenes lenne. A gondolkodásodat változtasd meg, a látószögedet állítsd át. Újra kell építenünk, amit az utóbbi évtizedek őrült iramában elveszítettünk, az emberekkel és az egész élővilággal való kapcsolatunkat, a közösségi lét új formáit. Ma egy nagyvárosban emberek milliói élnek kis területen összezárva, és anélkül, hogy tudnának róla, függőségi viszonyba kerülnek ezzel a sűrű társadalmi közeggel, még a tőlük fizikailag viszonylag távolabb élő emberekkel is. Baráti társaságokban kellene életünk igazi kérdéseiről beszélgetni. Nem biztos, hogy válaszok is születnek ilyenkor, de valami már elkezdődhet. A legkisebb közösségek is nagyon fontos inspirációt jelenthetnek, ha letisztulhatnak a bennük résztvevő egyének céljai, gondolatai. Nem várhatunk tovább felülről érkező engedélyekre és utasításokra. A tettek ideje elérkezett, mernünk kell kezdeményezni, feladatokat véghez vinni, és ez hozzásegít majd a felismeréshez, hogy külső szakemberek nélkül is képesek vagyunk megtalálni az aktuális megoldásokat. Nincs szükségünk a tudálékos utasításokra. Tulajdonképpen mi is akadályoz a cselekvésben? Sajnos sokszor hallom, ehhez én kevés vagyok, meg pénzem sincs, hogy elkezdjem. Ezt a választ én nem tudom elfogadni. Itt van példának a Triodos Bank, melyet alig néhányan alapítottak, minimális tőkével. 30 év után megnézhetjük, hogy mivé nőtték ki magukat. Közösségek ezrei és ezrei dolgoznak, alkotnak, és ha képesek vagyunk ezt meglátni, felismerni, akkor reménnyel eltelve nézhetünk a jövőnk elé. A kulturális kreatívok idejét éljük. Nincs más hátra, mint belevágni a feladatok sűrűjébe. Azt is látom, hogy a magukat kulturális kreatívoknak tartó emberek közül sokan még nem így érzik. Se baj, hiszen itt van maga az ideja és azok, akik ennek jegyében már tényleg elszánták magukat, hogy a cél érdekében tegyenek valamit. Történelmi, sorsfordító időket élünk, amikor valami tényleg megváltozhat, méghozzá általunk, közös munkánk nyomán. És ez már maga a változás, amiről az emberek 20 év múlva majd legendaként emlékeznek, dalokat költenek, és emléktáblákon tüntetik fel majd a nevünket. Gondolj magadra egy nagyobb egység részeként, mely tulajdonképpen egy mély spirituális tapasztalás is egyben. Napjainkban a tudományok is alátámasztják, hogy hajszál vékony szállal, ám igencsak hatékonyan, valójában mindnyájan összeköttetésben állunk egymással. Amennyiben egy nagyobb család, közösség részeként gondolsz magadra, akkor másként fogsz cselekedni. Többé nem fogsz mások kárára, a saját érdekeidet szem előtt tartva döntéseket hozni.
Olyan módon működsz majd, melyből mások is tudnak meríteni. Teremtsd meg az alapokat egy közös világ jó téteményének reményében. You know, this is the most exciting. Szerintem az emberiség ismert történetének ez az egyik legnagyobb kihívásokat rejtő korszaka. Ráadásul nem csak a kiválasztottaké a lehetőség, hanem mindannyiunké. Kivétel nélkül mindenki felismerheti a változásra felszólító jeleket, sőt, morális kényszerek kellene legyen valamennyiünknek, hogy éljen is ezzel a lehetőséggel. Ez csodálatos.